Az adventi időszakhoz, illetve karácsonyhoz kapcsolódóan idén is megszervezte régiós összejövetelét a Matyóföldi Foltvarró Klub a Közösségi Házban november 28-án. Az immár másfél évtizedes hagyományra visszatekintő eseményre a kövesdiek mellett az ország több pontjáról szép számban érkeztek foltvarrók. A jó hangulatú összejövetelen számos kézműves technikával készült karácsonyi díszt állítottak ki, és alkottak a résztvevők a helyszínen. A teljesség igénye nélkül ablak- és ajtódíszek mellett fára akasztható díszeket, gyertyatartókat, adventi koszorúkat, párnákat és takarókat is megtekinthettek az érdeklődők. Az ünnepi esemény résztvevői természetesen saját technikáikat, tapasztalataikat és ötleteiket is megosztották egymással. Az esemény zárásaként tombola sorsolást tartottak, melynek keretében a kézművesek saját készítésű alkotásait találtak gazdára. A Matyóföldi Foltvarró Klubhoz kapcsolódó hír, hogy a szervezetnek december 6-án, vasárnap 15 órától kiállítása nyílik majd Mezőkeresztesen. A kövesdi foltvarrók alkotásaiból nyíló tárlatot december 14-éig lehet megtekinteni a településen, a Közösségi Házban. Januárban egy foltvarró tanfolyam is elindul Mezőkeresztesen a Matyóföldi Foltvarró Klub vezetésével. A klub tagjai januártól szívesen látják azokat, akik szeretnének megismerkedni a kézműves technikával. A szervezet hétfőnként 1:30-tól délután 5 óráig tartja klub foglalkozását a Közösségi Házban.